kívánok. Egyet ígérhetek, sem nem hosszú nem leszek, sem nem ünnepi nem leszek, de egy-két szóban azért mégis úgy érzem, hogy én is szeretnék egy előszót mondani. Turizmus világnap, ma is sokszor hallottuk, holnap lesz ennek a napja. 20 éve ünnepeljük ezt az ünnepet, és mi úgy gondoljuk, hogy ez nem csak egy ünnep, hanem egy köszönetmondás. Köszönetmondás mindazoknak, akik a turizmusban dolgoznak, hiszen ki tudná jobban, ha nem mi, hogy pont a turizmus az, amikor mások pihennek, mi akkor dolgozunk. Úgyhogy mindenkinek, aki a turizmusban vagy a turizmus beszállító szektorában dolgozik, ezúttal is szeretnénk itt és most is köszönetet mondani. Számomra egy rendkívüli nap ez a mai, hiszen Kis Imre úrral, aki a mai házigazdánk, pontosan 13 éve levelezek, de találkozni soha nem találkoztam vele személyesen. Ez most megtörtént, és itt és most szeretnénk a mai estéért köszönetet mondani. Köszönjük szépen! Továbbá szeretnék köszönetet mondani egy hátul sündörgő, kosárral a kezében ide-oda rohangáló, nagyon kedves kolléganőnek, Hegyi Zsuzsának, és munkatársainak, és kollégáinak, akik ma minden szépen is jóval el fognak látni. Mint a budapesti régió vezetője, lehetek elfogult, én nekem magam részéről az egyik kedvenc turisztikai régiómról beszélhetünk. És ő ma ezt elhozta ide önöknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tele meglepetéssel ez az este, tele meglepetés programokkal, de egy biztos, hogy ma a Dél-Dunántúl turisztikai érdekességeit, információit is meg fogjuk tudni. Egyben szeretném megköszönni mindazon szolgáltatóknak, akik hozzájárultak ez a sikerhez. Én nem tudom, hogy ki sütötte ezt a süteményt, de DOST tett bele hagymát. Úgyhogy én azt mondom, hogy azért, hogy egymást ne zavarjuk, ezért mindenki egyen belőle egyet, és akkor együtt maradunk jó büdösek ma este. Ezekkel a szavakkal szeretnék önöknek szép estét kívánni. Köszönöm szépen!